Sziasztok! Elérkeztünk a szigetelés fázisához. Hát eddig szigetelést egy helyen csináltam, ott ugye a háta mögött lévő előszobánál, mert ugye arra a terasznál nem volt szükség, hogy szigeteljünk. És ott azt a módszert alkalmaztam, ezt már meséltem valamelyik betonozós videónál, hogy van ott is ugye kétszer lett betonozva, az is, egyszer a járdák kilettek egészítve, majd rájuk a következő réteg. Neked most te ne nyaljál, mert tegnap ott odajöttél nyalni a szart, fúj. Szóval a... Nem nyol a szarú szájával, tűnik. Odajött és nyalta a szart, miközben alig tudtam rászólni, észrevetel. Tűnés. Úgyhogy most egy pár napig nem hagyom megnyaljon. Szóval az úgy volt szigetelve, hogy az első réteg betonra ráküldtem két vastag réteg bitugélt. Hát először ugye ezt a fölvízezettet, hogy kellősödjön az anyag, és utána még kétszer lekentem bitugéllel, és arra jött a következő réteg beton. Hát ez most már, nem tudom, 4 éves talán az előszoba, gond nélkül. Lekopogom, tökéletesen működik. Úgyhogy nem nagyon tudom, hogy miért választottam most másik megoldást, de másik megoldást választottam. Most bitumenes lemezzel fogunk szigetelni, terveink szerint. Soha nem használtam még. Gázpörzsölőt semmit se. Annyit tudok róla, hogy ezt is kell kellősíteni. Bitugélt vettem erre a célra is. Bitugél és víz fele-fele arányával lesz lekenve. Na most! Terve a következő, én nem maradok egyszerű így. Nem szeretném egyelőre az egészet telibe szigetelni, aminek az egyik oka a kutyák, hogy ne tosszák szét a szigetelést középpen. Másik oka, hogy itt úgyis emelgetünk osztopokat, odavágjuk gerendát, ilyenek, úgyhogy én ezt a dolgot nem erőltetem, hogy telibe szigeteljük. A terv az az, hogy a szélét fogom leszigetelni, annyit fogok leszigetelni így körbe, amennyi a fal vastagsága, plusz azon túllógatva, mert amikor majd állnak a falak, és már nem jutnak be a kutyák, meg mi is fogunk nehéz gerendákat oda lehajintani, akkor utána a maradék közepe lesz kiszigetelve, és azt össze fogom olvasztani a szélével. Tehát gyakorlatilag most a szélén, hát a fal vastagság az 15 centi, és egy 10 centi az átfut, átlapolás, meg még azért ne a fal mellett égessük közvetlenül, úgyhogy igazániból rászámolok egy 20-at, tehát egy ilyen durván 40 centi szélességben tervezem ezt a szélén most végig körbe lerakni, és akkor amikor majd állnak a falak, akkor olvasszuk hozzá a maradékot. Illetve még, miért mindig az ellenkező irányba állítom? Átállítottam ezt annak idején, hogy fordítva működjön, mert fordítva csináltam mindig, most ahhoz képest csinálom mostanában fordítva. Szóval, ugye ide fog jönni a fal síkja, és itt egy pár centit, nem sokat, egy 5-6 centit rá fog lógni az OSB. És hát ugye az is jó lenne, ha az OSB innen nem kapna vizet a betonból. Gondolkoztam rajta, hogy csak lekenem jó alaposan bitugéllel, de először megpróbálom, hogy ráhajtjuk ezt a bitumenes hullámlemezt. Ha ez nem jön össze, hogy ráhajtjuk, akkor nem fogok ezen sokat tökölni, akkor itt el lesz vágva a bitumenes hullámlemez a szélén, és akkor itt pedig le fogom kenni bitugéllel egy kétszer, háromszor. Szerintem akkor se fogja innen felszívni, ugye ez a bitugél utána véret lesz napfénytől, mindentől, hiszen ki fogja takarni az OSB. Ugye az OSB túl kell lógatnom, hogy zárás legyen. Úgyhogy ezt még nem tudom, hogy hogy lesz megoldva. Első körben megpróbáljuk úgy majd, hogy itt valahogy ráhajtjuk. Tehát itt most itt is le fogom kenni az oldalát is, hogy lehessen kellősíteni az oldalát, meg ugye ezt a felső részt is egy ilyen 40-50 centi szélességben. De a felület még poros, úgyhogy most portalanítani fogom, erre a legegyszerűbb megoldást, ezzel lepuffantom a jó kis permetezővel. És akkor a terv az az, hogy már jutunk idáig, hogy szigetelgetünk, és akkor holnap pedig elkezdjük lefúrni az oszloptartó vasakat, és fölrakni az oszlopokat. Szivató, félgáz, gyújtás, mit hagytam még ki? Más talán már nem. Lehet, hogy vissza is lehet tolni a szivatóból.
túl meleg van, megszívta szerintem. Toljuk vissza. Ja, nem köllött a szivató, meleg van. Permetezés. Aki esetleg még nem találkozott bitugéllel, annak megmutatom, hát ez már egy használt vödör. Ott múltkor a falu oldalát ezzel kentem le, mert ugye ott mellé betonoztunk a háznak. Úgyhogy csak akartam, hogy a fából készült falba a beton fölvigye a vizet. Úgyhogy ki lett az oldala kenve, de jól eltörtem a tetejét. Jól visszaragadt. Nem tudom már, mennyi van, nagy nehezen sikerült egy újat venni. Mert ezt sejtem, hogy ez biztosan kevés lesz. Na, tehát a bitugél egyébként, hát főleg amikor új, most is kicsit ez történt vele, a tetején megáll a víz. Na most amikor új, akkor a bitugél az... Mi jött ez följebb? Akkor a bitugél gyakorlatilag kőkeményen alul van, és a tetején van egy vízréteg. És hát azt kell hosszan kevergetni egy ilyennel. Na, hát most itt ez a saját vize, ami teresztett az állásba. Akkor ezt most 50-50 százalék arányban felhúzzuk. Tehát akkor erre körülbelül egy ilyen cucc lesz. És akkor ezt kevergetjük addig. Ugye most könnyű keverni. Ezt akkor nehéz keverni, mikor alul kőkemény a beton, bitugél. És fölötte csak a sok víz van, és úgy át kell törni, nyomkorászni, és persze vigyázni, hogy közben ne nagyon fröcsögjön ki. Hát ez meg volt ugye múltkor keverve, úgyhogy ezt most nagyon-nagyon könnyű megkeverni, de majd gondolom, mikor a közepét szigeteljük, akkor mindenképp meg kell nyitni a másikat, de lehet, hogy még most is, és akkor megmutatom. Tehát az egy ritka elcseszett történet. És akkor ezzel egyszerűen elkezdem is szépen végigkenegetem. Hát ennek most ennyi keverés elég, mert ez most semmi extra. Hát akkor én azt mondom, hogy induljon a banzáj! Ez nem baj, egy kicsit túl fog lógni. Inkább... Bassza meg! Jó. Tehát inkább lógjunk túl. 20... 40. Akkor ezt idáig. Inkább lógjunk túl, mint az, hogy ne legyen elég. Akkor ez ilyen szélesen lesz lekem, mert akkor biztos, hogy lesz bontra egy másik is. Elméletileg elősegíti a tapadását. Ezzel én most elleszek, úgyhogy egyelőre sziasztok! Na hát így néz ki körbekenés után. A benzines kanna az ugye azért kell, mert az ember keze tiszta, bitugél csöppös lesz, hogy fröcsög, viszont a benzin az tökéletesen lehozza. Hát cserébe a bőrödet rongyá szárítja. Na igen, nem vagyok az a kesztyűzős típus.
Szóval így néz ki jelen pillanatban. Erre fogjuk szépen tervek szerint legalábbis ráolvasztani a lemezt. A bitumenes lemezt. No, hát egyébként így egész csinos. Jó reggelt! Nehéz ám, mint a sár. Az a helyzet, hogy már lassan 2 hónapja nem esik az eső. Na most ehhez képest most csöpörök. Tehát amikor kint akarunk dolgozni, most végre az eső elindult és csöpörök. Csodálatos. Terv akkor az, méretre vágjuk. Először ezzel a kicsi oldallal kezdünk. Kipróbáljuk, hogy működik-e a terv. Én ugye utána néztem a neten, ott ezt szokták rögtön legördíteni, és lánggal az alját melegíteni, miközben egy fadarabbal gördítik. Hát, de akkor ugye ők egész területeket nyomnak telibe. De mi most méretre vágjuk, úgyhogy... Hát, de vagy próbáljuk újból föltekerni, vagy valahogy azt a darabot próbáljuk leolvasztani majd. Meglátjuk, tehát... valahogy úgy próbálkozunk majd ezzel. Hát rendszer, akkor visszatekerni, mit lehet ezzel kezdeni. Egyre jobban csöpögünk. Ez 227 centi. Plusz ugye a végét is le akarjuk hajtani. 27-77. Végét is le akarjuk hajtani. 2,85, meg a másik végére is egy jó 5 centi, 2,90. 2,90-et kéne lemérni ebből a tekercsből. Nem, próbálok nem rálépni a bitugélezett területre, hogy ne ganézzem össze a sáros cipőmmel. Mert most természetesen esik. Hát, ilyennel még sosem dolgoztam. Igazániból nem tudom megmondani, hogy miért nem a már bevált bitugéles módszerrel dolgozom. De úgy döntöttem, hogy próbáljuk meg. Mennyit mondtam? 2,90-et? Ugye? Bassza meg! Ó, hát ez nem lesz még elég idáig letekem! Itt van. Egyszer a 2,90. Oké. És hát akkor szélességbe ennyiben maradtunk egy ilyen 40 centi meg 5 lelógó oldal a körül. Igen. 46. Kéne egy derékszög, valamennyire hasonlítson a derékszöghöz. Ez 40-ig mér csak. Itt. Akkor viszont ezt meghúzom vonallal, és erre majd rá tudom fektetni. Tovább.
Még egy 6 centit. Igen. Bicug éles részen ne lépjetek. Hol a hat? Itt. És akkor a terv az az, hogy van ez a beton elhúzó. És akkor ezzel, ezeket, mint egy összekötve ezeket a pontokat, az utolsót, azt ott nem látom, de bízunk benne. Megpróbálom elvágni. Hát a schnitzer éle az nem biztos, hogy sokáig fog tartani, így a beton alatt. De nem baj. Legolcsóbb schnitzert vettük. Kimondottan ilyen betongyilkolászás miatt, hogy úgysem lesz sokáig éle. Heti 200 pengő schnitzer, az ember könnyen viccel. Az eső egyre jobban esik. Jobban nem. Lehetséges, de amióta kijöttem, igen. Lehetséges, hogy... Nem lesz felvétel ezekről, mert nem akarom leamortizálni a telefont. De egyszerűen meg lehet csinálni? Hát, szerintem igen. Ez így jó. Ezt most egy kicsit föltekerjük. Meg eltesszük az útból. Mert hogy egyet próbaképpen leragasztunk, hogy egyáltalán van-e erre működő technológiánk. Ez lesz a görgető deszka. Elérkezett ez a pillanat is, amikor beüzemeljük a gázpalackot. Na a gázra egy picit félek, mert pár dolgot már életemben felrobbantottam. Úgyhogy tudom, hogy nagyot tud szólni egy ilyen gázpalack, illetve azt nem tudom, mert azt még nem robbantottam föl. Meghalunk a felrobban? De sejtem. Hát figyelj, ha felrobban, akkor geostacionárius pályára fogunk állni. De miért nem lehet komolyan válaszolni rá? Hát persze, hogy meghalunk. Jó, hát ezt sose lehet tudni. Úgy mondanám, hogy jó eséllyel meghalunk. Hát ez attól függ, ha csak simán kiukad a tartály oldala túlnyomás miatt, és nincs tűz, akkor tulajdonképpen, ha nem vág pofára a tartály, nem lesz bajod. De mivel itt tűz lesz, ezért ha ez kiukad, akkor az fel is robban. Én próbáltam ennek utána nézni a neten, ott azt írták mindenhol, hogy a nyomás csökkentőnek rajta kell lennie. Én is azt gondolnám reálisnak, hogy a nyomás csökkentőnek rajta kell lennie, hiszen ez, erre a kütyűre valami 4 bar van írva. Viszont azt mondta mindenki, hogy nyomáscsökkentő nélkül szokták ezt használni. Tehát ebben kéne hozzá, de hogy akkor nem működik jól. Na most itt ez a gázcső, ez másfélig le van jöve erről a szelepről, tehát ez így biztos, hogy nem lesz jó. Meg kell nyitni ezt, ez le van csúszva róla. Ezt nem tudom, fatarodék, hogy használták, de ezt a szentélek tartja rajta. Kell egy csavarhúzó, ki kell csavarozni, és rá kell dugni a csövet rendesen.
Különben ott aztán üvölteni fog a gáz kifelé. Hát gondolom, amíg állt a műhelybe, addig ott minden rá lett pakolva. Nem tudom, az most hányas. Gondolom ilyen tízes vagy ilyesmi. Mindjárt megnézzük, vagy 8-as, vagy 10-es lehet, vagy még kisebb. Ó, ez jóval kisebb. Jól indul a dolog. Mi, ez is benne lesz? Persze, hogy benne lesz. De hát itt énekelek. Hát arról én nem tehetek, az a te problémád. Szóval... ez itt félig, meddig le van róla csúszva. Viszont nem is megy rá föl jobban. Mondjuk elég hosszan van ez a cső. Jó, akkor visszazárjuk. Visszazárjuk és meghúzzuk. Elég hosszan fölfekszik. Csak ott kilóg a rezes része. Mindegy, mert a bilincs laza volt akkor is. Oké. Hát... erre mondanák... aggódik, mert sose csinált még ilyet. Erre nyit vagy zár? Erre zár. Erre nyit, ahogy nézem, ott tekeredik kifelé. Szállj velem, én még nem repültem senkivel. Szállj velem. Hát figyeljetek, én azt mondom, próbáljuk meg. Gyere azzal a lánggal. Nyitok egy kicsit a palackon. Öreganyám ezt annak idén szappanos vízzel tesztelte, de itt nyílt térben azt gondolom, hogy ettől eltekinthetünk, hogy itt szivárog-e. Itt azért nyílt levegő van. Addig beszélsz, mert akkor addig nem gyújtom. Várjál. Bazd meg, itt való lereszt. Itt tereszt, bazd meg, ez a csatlakozás. Ebből nem lesz semmi, itt tereszt. Ez is ki van lazulva. Hogy van ez összeszerelve? Baszki. Hallottam, hogy sziszeg, mint az állat. De miért gondolod azt, hogy üzemkészre van összeszerelve, amikor hónapok óta ott kallódik a műhely? Hát de hogy ennyire lazza legyen, hogy kézzel lehet tekerni? Basszus, nem emlékszel, honnan szedtük ki? Hát szarrá volt tapolva rá minden. Meg te is itt nézegettük, meg nem is értem. Mi ez, balmenetes egyébként? Húzunk már egy kicsit ezen jobban össze. Mindjárt elszakítod a menetet. Egyelőre az a veszély nem fenyeget. Így. Hallgatózzunk megint. Most nem hallok súgást sehonnan. Készülj a tűzzel. Jön a végén. Iparkodj. Próbáld begyújtani. Itt hátul is valljuk, lehet, hogy onnan begyullad. Na mi van, robbanunk a picsába? Meg se gyullad a papír. Jó, meggyújtom akkor én. Te csak egy picit nyisd majd meg a gázcsapot. Megpróbálom minden hátulról. Nyilván. Jó, én... azt életemben nem nyitottam meg gázcsapot. Jó, nem ott! Így, de mindegy, akkor megcsinálom azt is. Robbanunk. Megpróbáljuk hátulról begyújtani, itt vannak lyukak. Csak a rohadt gyufa kialszik. Alig van gyufa. Hol az a papír? Adsza ide. Az meg ezt a gyufát! Mondtad még egy dobozt? Hát az biztos, mert ebben 4 darab van már mindössze. Haza? Jó. Tudod, hol? Itt is van szerintem az előszobában. Mi van ezzel a papírral, ezt vízbe áztattátok? Nem.
kurvára nem gyullad meg. De biztos, hogy nem lehet azt mondtad olyan, hogy magyarázta, hogy hátulról is meggyullad. Tök mindegy, mert a gyufa meg kialszik. Nem tudom meggyújtani hátulról, mert kialszik ez a szar gyufa. Ezt a töketlenkedést már megint, amit itt előadunk. Vegyük lazábra már ezt a papírt. Össze van tekerve. Én gondoltam, hogy ne égjen olyan gyorsan. Hát most... És megint kezd csöpögni az eső. Mindjárt üvöltőfrászt kapok. Talán... ég egy kicsit. Lófasz. Hozzunk galjat. Hát, ha az meg... Galjat? Ne bóckodjál, a papír se gyullad meg, galjat akarsz hozni? Ezek ilyen jó száradak. Hát, aki nem arra begyűlik, mint a galj. Legalább is elméletben. Itt a korlátban is. Jó szára, ég! Meggyújtottam. Na most próbáljuk levenni a legkisebbre. Ez az. Most ha ezt megnyomom, akkor elméletileg ez jönni fog. Nem jön. Ennek nem erre a gázkarra kéne valamit csinálnia? Lehet, hogy túl meghúztad. Az a szele, baszki, azt nem húzza meg, akkor ömlik hátul a gáz. Ez semmit nem csinál. Itt csinál már, ha annyira meg van nyitva. Ha jobban meg van nyitva, csinál valamit. Na! Akkor a feladat az elfben az lenne, palackot kikerülöm, hogy onnan akkor kezdjétek el majd azzal, hogy kezd el azzal a fával görgetni. De miért nem kézzel? Mert nem akarsz megsülni, gondolom én. De várjál, mert először olvasztanom kell, hogy megmelegedj. Próbálom nézni, hogy mennyire olvad. Nagyon lassan kell majd gurítani. Jó, nagyon lassan gurítsd. Ez az, ebben a tempóban. Jó, kicsit gyorsabban, úgy. Gurítsad. Jó, várjál. Gurítsad. Hát jó, csak valami. Jó. Majd a végét valahogy leolvasz. Kulítsad. Tartsd azt az egyenletes tempót, próbáld meg. Tartsad, én ne kelljen külön mondani. Hát jó, csak nem tudom, én nem látom, hogy jó, hát figyelj, most nagyjából találtunk egy olyat, amikor így... Majd még lehet, hogy végigmegyek a tetején egy kicsit külön. Csináltad a lábaddal is, nekem mindegy. Csak haladjál. És csöpög megint az a rohadt eső. Ez nem egy gyors munka. Ezzel délelőtt el leszünk. Jó, csak burgast kezdve. Imádom, amikor mindig elvárat, hogy minden menjen azonnal. Így van. Ismered, nem kicsit ment ez alá? Nem. Nem érjünk rá esti. Ekkora lángkó, hogy ne olvadna?
Nem érzel meleget? Igen, oda a földre, pontosan, oda, ahol találkozik vele, oda kell. Ide, jó helyre megy a láng. De onnan nem látod, mi történik. Nagy baj az, hogy kezd fájni a derekad. Nem kell annyira gájolni, azt is tiszta ízés. Teljesen mindegy, állva is fáj a derekad. Nem baj, egy kicsit feldobd. Rá van hagyva bőven. De kerít egy levél. Igen, felnyújtom itt a gazt. Jó, csak nem akartam egy ilyen fűszálat betenni alá. Szerintem kezd gyorsabban görgetni egy kicsit, mert itt szerintem kezd már nagyon az egész. Várj, azért. Tudod kell azért érnem magamat. Jó. Ott is van egy karcs. Jöhet az alien! Hoppá, hoppá, hoppá! Toljad! És ha a kutyák föltépik, agyviart fogok kapni. Fordítsad rá, jó. Kicsit megfújja a fölülről is, nem tudom, hogy kell-e. De baszki, az ilyen tök mágra. De ugyanaz a bitumája maradt túloldalá. Kicsit le is konyult talán ott a széle. Könnyebben fölfekszik majd. Vissza kell mennünk az elejére. Csak próbálok kicsit lekonyítani. Meglátjuk. Nem biztosan. Majd lehet, hogy ha oldalról megfújom, odafogadjuk. Még várjál, mit csak konyítom, majd pozíciót váltunk. Az lenne a legjobb, ha nem kéne külön az oldalával poszakodni. Jó, megnézzük a végét. De akkor megnézzük a lábosszalat. Jó, vigyázat, jövök. Megolvasztom a tetejét, és akkor rá tudod szórni. Na, lötyintsed rá! És még itt adok neki. És akkor biztosan rá van, esetleg nyom kicsit meg a deszkával a tetejét. Finoman, csak hogy ne lyukadjon ki. Igen. Jó, nem baj, inkább legyen kicsit túlolvasztva. Jó, figyelj, és akkor az elejét, azt nyomjuk rá. Jó, kezdjük el.
onnan. Ezt az első elejét csíkot. Ezt? Igen. Ott a deszka, nyomjad, én meg olvasztom. De miért nem csináljuk, úgyhogy így felhajtjuk? Ha mondjuk a béka megfogja ott a végén, felhajtjuk, meg olvasztom így, és akkor... A deszkával ez hogyan gondolom? Úgyhogy én innen kívülről olvasztom, te meg nyomod rá. Át fog az melegedni. Ja, kívülről? Kívülről olvasztom. Felkezdtem vágni. Majd utána elvágjuk. Ja, már a másik felé is átmelegszik, és oda ragad szerintem. Próbáld meg ott, hogy tudod ragasztani? Oda ragad az, nem? Ja, tartsd oda, mint megköt. Ég a fű is. A fű nem baj, ha ég. Nem köt meg? Ne, ez a fele olvad meg. Jó, fasza. Akkor... akkor próbáljuk meg a túloldalról csinálni, megfordítva, akkor a túloldalát melegítem, ahogy javasoltad, megnézzük az ember. De, akkor... jó, de ezért kéne, hogy fogd meg a emelt fel a másik felét te is. Csak az most még lehet, hogy olvad, akkor még legsarkánál. Akkor meg valahol itt középen. Mert így nem fog megállni. Na. Biztos nem tartom itt a kezem. Na, emeld arra. Ez úgy nem lesz jó. Figyelj csak! Fogom a drótot. Figyelj csak! Figyelj csak! És majd így fogjuk lenyomni. Itt próbáld lenyomni. Jajajaj! Akkor megolvasztom kicsit tovább. Úgy, ott marad? De, ott marad. Csak tovább ott kell tartani. Ó, ott már folyik, baszolod! Biztos nem gondolom, hogy ezt itt kell csinálni. Vigyázz a kezeddel arra! Jó, figyelj! Kicsit megolvasszuk, oda nyomkodjuk végül is, az OSB-t meg fogja ezt tartani át kívülről. Inkább az a kérdés, hogy a kutyák nehogy fölszedjék. Nem baj. Jó. Kedven szögem. Itt még nem annyira meleg. Ott nem annyira meleg? Jövök. Tűjtjük fel a gasztot, majd meg. Egész jól odalagadt, ez mit akarsz ezen a felén? Ott kevésbé. Ja, itt nem megy. Aj, ezt ne! Inkább csak nyomja. Hát de úgy nem megy oda. Mondjuk egyébként valahogy egy ilyen kicsit kényelmesebb deszkát is hoztatál volna. Nem zárod el ezt a szart? Nem még. Ez a legszélesebb deszka, amit találtam. Na, most akkor ott mi lesz? Kész. Itt kicsit föláll még, ide adok neki. Azt próbáltam az előbb is. Próbáld meg! Azaz! Jó, akkor itt is kicsit föláll. Igazándiból itt csak oda kell ragadnia, mert az OSB úgyis ott lesz. Jó. És utána sose lesz mozgatva. Itt látok még egy kis földkunkorodást és hullámot. Csővezetéket ne gyújtsuk meg. Nem tudom, ez a beton hupia vagy ennek a hupia, ide itt van több is. Jó, és akkor most kéne elvágjuk. Ugye? Bár lehet, hogy ezzel is hajlik, hogy elég van. Próbáljuk ráhajtani. Lehet, megúszuk ezt vágás nélkül.
hogy majd megolvasz. Folyik. Igen, úgy áll a sor, ennek a sarkára is kocsuk veled vágni. Jó. Én azt le kell vágni, mert a javú erintézi ki lenne. Jó lesz? Aha, csak megyünk is el. Kicsit rá. Jó, az. Jó. Jó, csinálj meg a másik felét is. Tűz. Gulát! Amúgy fordítsam egy kicsit arra a kamerát, mert alig látszódik belőle valami, amit csináltok. Ja. Meg van húzva a csavarok. Kamerálvány. Milyen jó kis éget mit tudom Instagramban is, én olvad. Jó, arrébb lépek. Tud nyomkodni. Úgy, a vége az elám, azt látom. Oké. Okay. Felhívott. Az meg ott mindenképp feláll. Majd az oszlop lefogja. Ezért a szigetelés, nem az a buli, hogy az oszlop lefogja. Jó, és akkor basszuk tönkre a sarkát megint. Ugye? Miért ez most itt szerintem megint? Ugye, csak hogy majd le lehessen ott vágni. Jó. Én ezt elzárom. Várjál, itt kéne elzárom. Ha gyerekek, az első csíkot fölraktuk. Nem haltunk meg. Tehát mindenképpen pozitív. Mennyire van ott jól? Hát azt tudja a halál. Igazániból, hogyha a kutyák nem szedik le, nincs probléma, mert hát itt fal lesz úgyis alatta. Tehát sok mindent nincs vele. Vagy alatta, fölötte. Fal lesz fölötte. Na hát a telefont azt most kikapcsoljuk, mert csöpörészik az idő. Megint megcsináljuk a többit, méretre vágjuk, körbe rakjuk. Ez a terv. Valószínűleg a negyedik, ötödiknél már jobban fog menni, mint az elsőnél. Ennyit tudunk egyelőre, köszönjük. Mi volt a bajod? Hát azért bénázgattunk vele, de valahogy leraktuk. Na hát ez jön a többivel is. Menjünk be ebédelni. Na hát kész vagyunk. Tulajdonképpen egyre jobban ment. A végére már rohadt rutinosak voltunk. Úgyhogy kár volt így ráparázni az elején, meg idegeskedni, mert nem olyan vészes ez. Én egy kicsit ráparáztam, de tulajdonképpen szerintem fasza lett. Utána tényleg nagyon rutinosan haladtunk, egyre gyorsabban. Én is nagyobb lángot nyitottam a palackon, azt adtunk neki, sikerült az oldalára is fölhajtani, úgyhogy ennyi. Szigeteléssel megvagyunk, most összepakolunk, azt behúzunk ebédelni majd. De még nincs is ebédidő, nem? Nem tudom, mennyi van, 11 lehet. 11, nagyon mar végeztünk. Mi, 2 óra alatt kipörgettük az egészet? Hát, ja. Ja, igen. De ma az első fél óra szenvedés volt. Így van, első fél óra szenvedés volt, utána megtoltuk ezerrel. Igyekeztünk jól ráolvasztani, hogy a kutyák ne tudják megkezdeni a szélét. Hát, reméljük, hogy így lesz.